összesen 12 darabon. Az akció első napjának mérlege több mint egy tucat szabályszegő, a leggyorsabb autó sebessége pedig 188 km/h. A rendőrök nem csak lefotózzák a szabálytalankodókat, hanem igazoltatják is a sofőröket. Ilyenkor motorral vagy sportkocsival iramodnak utánuk a rendőrök. A kitereléses ellenőrzések alkalmával a külföldi rendszámú autósokra kiemelt figyelmet fordítanak a járőrök. Így rögtön ismerté válik a külföldinek a neve, személyazonossága, lakóhelye, és ugye itt, hogyha van lehetőségünk rá, akkor élni szoktunk a törvényet a lehetőségünkkel, hogy addig visszatartjuk a külföldi járművezetőt, amíg a bírság összegét meg nem fizeti. Az autópályán rendszeresen trafipaxoznak az egyenruhások, de a turisztikai idényben többször találkozhatnak az autósok a készülékkel. A szóvivő szerint azért, mert ilyenkor jelentősen megemelkedik a forgalom. Nyári időszakban és a turisztikai idényben kiemelten kezeljük az autópályát, tekintettel arra, hogy nagyon nagy a forgalom, mivel ugye Budapestet a Balatonnal ez az út köti össze, és ilyenkor rendszeresek tulajdonképpen magák a dugók is, illetve sajnos a balesetek is. Az akcióban 7 rendőr vett részt, a sebességmérő műszer kezelője mellett 2 motoros járőr, az elfogó autó sofőrje és 3 rendőr, akik a bírságolások adminisztrációját végzik.